Budapesti műkorcsolyás jégtánc Európa bajnokság férfi egyéni magyar indulója az újpesti Forgó Kristóf volt. Egyetlen ugrást hibázott el, így nem jutott a legjobbak közé. Tudom, nem vigasz, de a tényekhez tartozik, hogy az elmúlt 10 évben az egyetlen magyar versenyzőnek sem sikerült, hogy bejusson a legjobbak közé, egyetlen férfi versenyzőnek sem. Kristóf, üdvözöllek itt. Köszönöm. Hála Istennek, hogy üdvözölhetlek bent a stúdióban, már találkoztunk itt a jégpályán, jó hideg volt, itt lehet, hogy egy picit meg fogsz izzadni, hát nem a kérdésektől, hanem inkább a reflektoroktól. Kezdjük a végén, jó? Az a fránya ugrás, ugye? Nagyon szépen ment minden, az összes cikk az volt, hogy Forgó Kristóf egy hibát vétett, és ez elég volt ahhoz, hogy ne kerülhess be abba a mezőnybe, amelyik a kürt is lefuthassa. Miért nem sikerült ez az ugrás? Ezen sokat gondolkoztunk az edzőimmel. Igazából nem tudom, ez egy szokatlan helyzet volt a számomra. Még nem voltam teljesen tapasztalt, nem tudtam teljesen, hogy kezeljem ezt a helyzetet. Lehet, hogy ez egy kicsit bezavart. A melegítésnél sikerült ez az ugrás, azt szépen bemutattam akkor. Ott abban a 2 perc 50 másodpercben ez nem sikerült, de hát ilyen a korcsolya. Ilyen a korcsolya, persze csúszik a jég, meg mit tudom én, de mondd már el nekünk, amatőröknek, akik szurkolunk és nézünk, hogy csúszol hátrafelé, ugye, egyszer csak veszed a lendületed, és akkor mi szólal meg itt fönt, hogy akkor miért nem lesz ebből dupla vagy tripla, vagy hanem csak egy kicsike? Így van, amikor rámegyünk az ugrásra, akkor végig azon koncentrálunk, hogy mi melyik testrészünk hova kerül, végtagjainkat rendesen használjuk. Viszont, hogyha ez nem úgy sikerül, ahogy eltervezzük, ahogy a fejünkben végigjátszuk, akkor ebből sajnos vagy dupla, vagy szimpla lesz, vagy akár egy esés. Esés nem volt. Így van. De maradjunk még egy picit az Európa-bajnokságnál. Ez volt az első igazi nagy megmérettetésed a felnőttek között. Ráadásul Budapesten. Hát edződdel beszélgettem az Olival, és mondta, hogy hát ez nem kis kihívás, és egyáltalán csoda, hogy ezt így el tudtad viselni. Milyen volt majdnem telt ház előtt jégre lépni? Igen, hát ez az első felnőtt világversenyem. Ráadásul hazai rendezésű volt, úgyhogy így még nagyobb volt a stressz. Igazából jól tudtam szerintem kezelni a helyzetet, annyira nem voltam feszült az előző időszakban. Talán a versenyen kicsit jobban izgultam, de amikor már kiléptem a jégre, akkor nagyon jó volt, hogy szorított a közönség nekem, és felettette minden stresszemet. Mi a különbség a junior és a felnőtt mezőny között? Tehát juniorban a legutolsó versenyen, ha jól emlékszem, 4.-5. voltál? Voltak juniorban. Nemzetközi versenyről beszélek, utána voltak néztem. Voltak olyan helyezéseim is, volt, amit megnyertem. Igen, megnyertél. Tehát mi a különbség a juniorok és a felnőttek között? Nyilván az egy nagy ugrás. A juniorból átlépni a felnőttbe. A felnőttben már nagyon tapasztalt versenyzők vannak. Nyilván vannak olyan versenyzők is, mint én, akik éppen juniorban jöttek át, de van, aki már több mint 10 éve csinálja ezt a felnőtt mezőnyben. Úgyhogy nehezebb. 20 éves vagy, ugye? Azt jól tudom. Igen. Ez még juniorkor? A korcsolyában, vagy ez már a felnőtt? Ez már a felnőtt, ez az első felnőtt év, igen. Tehát nem lehet visszafelé, maradok egy kicsit még juniorra fiatalak. Nem, között, sajnos. Nem? Én kihasználtam minden lehetőségemet a juniorban. Tehát ez egy nagy ugrás. Ez egy tripla ugrás, lehet mondani? Lehet, igen. Talán inkább egy 4-es, ha már a felnőttről beszélünk. Igen. Hát ott majd jön. Majd fogunk beszélgetni. Uh-huh. Akkor egy picit kezdjük, mert szeretnének bemutatni téged az újpesti televízió nézőinek. Azt tudom, hogy Kazincbarcikán éltél, születtél, valamikor 3-4 évesen került Kori a lábadra. Igen. Milyen volt először jégre lépni? Igazából én annyira nem emlékszem rá. Azt mesélték a szüleim, hogy ráraktak a jégre, és én már mentem. Úgyhogy ez ilyen pozitív előjele volt így a pályafutásomnak. Nem tudom, én nagyon szerettem csúszkálni a jégen, menni körbe-körbe, mindig vittek a szüleim közönségkorira, aztán később edzésekre. De sajnos csak télen tudtunk korizni Kazincbarcikán, mert nyitott volt a pálya, így igazából akkor kezdtem el komolyabban űzni a sportot, amikor felköltöztünk Budapestre a szüleimmel. Azért jöttetek, mert te korcsolyáztál, illetve a testvéred is korcsolyázott, vagy azért jöttetek, mert feljöttetek? Feljöttünk igazából. Ez csak ilyen másodlagos dolog volt, hogy itt könnyebben lehet
korcsolyázni. És akkor már, amikor feljöttél, iskolás voltál, itt jártál Újpesten iskolába, Szűcsbe, ugye? Szűcs Sándor iskolába, akkor már igazándiból igazolt versenyző voltál? Igen, már egy szövetségnél voltam, egyesületnél voltam, és akkor már versenyszerűen csináltam. Igen. Tehetségesnek kiáltottak ki? Vagy egy voltál a sok közül? Sokan mondták, igazából még akkor sem voltunk sokan a fiúk közül. A fiúkat azért mindig nagyobbra tartják itt Magyarországon, nagyon őrzik azt a pár darab fiút, aki van. Azt mondták, hogy ügyes voltam, és hát remélem. Ez megmaradt. Igen, hát bizonyítottad, hogy megmaradt. Ha már a fiúkról beszélsz, a korcsolyáról, sokszor halljuk azt, hogy hát nem igazán, bocsánatot kérek, férfias sporttal, férfias mozdulatok vannak ebben a műkorcsolyában. Hát én láttam az edzéseket, azért vannak ott férfias mozdulatok, és igen kemény edzések vannak. Ugye ez nem egy degradáló dolog, hogy azt mondják, hogy hát ezek nem igazán férfiasok. Hát igen, aki nem lát bele a sportba, az könnyen megfeledkezik arról, hogy nagyon kemény munka van benne. Legalább akkora munka, mint bármelyik más sportban. Itt ráadásul olyan erőkifejtést kell végrehajtanunk a jégen, ami nagyon megterhelő az emberi szervezet számára, és eközben jól kell kinézni. És mosolyogni is kell közben, mosolyogni, mi? Igen, szépen mozogni, úgyhogy ez egy még plusz nehezítés így ebben a sportban. Te, amikor valakit ráküldenek a jégre, és azt mondják, hogy nem, akkor te most kor is leszel, mert ugye van benned valami mocorog, mennyi idő telik el, amikor már elemelkedsz a jégről? Tehát van egy ugrás, mert hát ugye itt nincs mesét, ugrándozni kell. Mennyi idő múlva lehet felugrani? Igazából a legkönnyebb ugrások adett, ami csak fél fordulat, azt már a legkisebbek is el tudják sajátítani elég rövid időn belül. Egy olyan egy hónap szerintem elég arra, hogy az első ugrásokat meg tudják csinálni. És buta lesz a kérdés, mert ugye ráadásul én nem is tudok korcsolyázni most, tehát a borzasztó dolog, elég jó síjjelek, de korcsolyázni nem tudok. Mi a nehézség abban, hogy egyet csavarsz, egyet forogsz, kettőt, hármat, effektíven majd négyet? Ez hogy lehet idáig eljutni? Hát ez számomra, ez egy varázslat. Igen, rengeteget kell gyakorolni igazából. Csak akkor fog sikerülni, hogyha az ember több ezret megcsinál belőle, és még akkor sem biztos, hogy mindegyik sikerülni fog. Ugye látszik az Európa-bajnoksági szereplésemnél, hogy most sikerült leszimplázom egy olyan ugrást, amit igazából tudok. A gyakorlás igazából, mert nagyon nehéz úgy megforgatni egy ugrást, hogy még magas is legyen, utána leérkezni egy lábra, ráadásul azon a kis pengén és az egyik érre kell érkezni, úgyhogy nagyon kis felületre kell. Igen, azt láttam az edzésen, amikor most nagyon nagy szakértő vagyok, valamelyik ugrást gyakoroltátok, akkor utána oda mentetek, és néztétek a jeget az edzőtökkel, az Olival, hogy mit karcoltál, vagy milyen, vagy hova érkeztél, vagy hogy csúsztál ki, mit figyeltetek ti ilyen, mit vizsgáltatok? Igen, így a nyomot hagyunk ugye a jégen, miközben egy ugrást csinálunk, vagy bármilyen lépést, forgást, és ezeket lehet elemezni, megvarnak rá, hogy milyen jel, milyen hibára utal. Tehát nincs csalást, ez a jég megmutatja. Igen. Óriási, ezt el nem tudtam mondani. Mit kerestek? Kiesett a zsebéből valami? Nem. Nem. Melyik ugrás volt az, amit a legkönnyebben elsajátítottál? A triplák közül talán a tólup volt, ami a legkönnyebben megy, és leggyorsabban megtanultam. És van olyan ugrás, amitől fél az ember? Az új ugrásoktól talán. Amikor... Jó, hát esni kellni kell, tudjuk. Hát igen, ez benne van. Az edzésekben, hogy rengeteget esünk, nem is gondolná az ember, hogy mennyit. Talán amikor plusz egy fordulatot hozzáteszünk egy ugráshoz, akkor talán fél egy kicsit az ember attól, hogy hogyan fog érkezni, mert nem vagyunk rá felkészülve. A többi ugrásnál fel vagyunk rá készülve, hogy fogunk esni. Fel lehet készülni az esésre? Mert azért ugye a jég, hát itt nagyon sokszor halljuk azt, hogy törik a kéz, meg akár mi az amatőröknek. A profiknál azért ez... Hát a profiknál is előfordulnak, igen? Sérülések, igen. Főleg olyan eséseknél, amire nem számít az ember. Az ugrásokban már érezzük, hogyha ferde, akkor már felkészülünk az esésre. Igazából már kiskortól kezdve tanulunk esni, úgyhogy ezek nem fájdalmasak. Viszont, hogyha váratlanul ér
ez az esés, akkor azok fájdalmasak tudnak lenni. Hát a fájdalmakon keresztül és eséseken keresztül lehet fölmászni a dobogóra, ezt tudjuk. Így van. Mennyit kell edzeni, mennyit edzel naponta? Most ugye 20 éves vagy, majd beszélünk az iskoláról is. Mennyit tréningezel? Naponta 2,5 órát vagyok jégen. Ez a jég? Igen. Napi 2 edzés van egész héten. És ehhez még hozzájönnek az erőléti edzések, amiket szárazföldön csinálunk. Ez is heti 2-szer, körülbelül 1,5-2 óra. De hát nektek nagyon kell vigyázni arra, hogy rugalmasak maradjatok, lazák maradjatok, hát nem lehet súlyzózni, hát ha bekeményedtek, beköttök, akkor azért másképpen néztek ki a jégen. Így van, nem lehet akárhogy erősíteni. Erre megvannak a szakemberek, akik ebben segítenek nekünk. Mennyire kell vigyázni a súlyodra? Nekem annyira nem. De én szerencsés helyzetben vagyok, mert akármennyit eszek, nem hízok szerencsére. Érdekes lenne egy pocakosod kézed. Igen. De azért főleg a lányoknál, meg akik hízásra hajlamosak, azoknak oda kell figyelni. Rengeteg táncos elem van, hát hiszen az összekötő, meg minden, hát a mozdulatok, fantasztikus mozdulatok vannak, akár balettozni is elmehettek. Ezt hol tanuljátok, hol sajátítjátok el? Hát ezt már kiskortól el kell kezdeni, a táncot. Igazából nem szükségszerű, de ahhoz, hogy valakinek legyen tartása a jégen, és úgy tudja előadni az ugrások közötti összekötő részeket, ahogy szép, ahhoz kell a tánc egészen kiskortól. Nekem még mindig benne van a tánc az életemben, most táncot tanulok az egyetem előtt, még nem kezdtem el. Úgyhogy most az számomra még pluszban ilyen napi 2,5-3 óra tánc van. Szárazföldön? Igen. Igen. Amikor egy koreográfus kitalálja azt, hogy mi lesz a kürben, a gyakorlatban, akkor azt a koreográfus, bocsánat a kérdésért, tud korcsolyázni? Igen. Bár nem minden helyzetben. Szóval vannak olyan fantasztikus táncosok, akik meg tudják azt oldani, hogy olyan kürt csináljanak egy korcsolyásnak, ami korcsolyázható igazából, ez a fő szempont. Vannak olyan táncosok, akik át tudják úgy gondolni a kürt, hogy az korcsolyázható legyen, de a legtöbb koreográfus az voltkor is. És akkor egyeztettek, tehát leültök, akkor mondjuk úgy tud korcsolyázni, megpróbálja bemutatni, ugye ugrás nincs benne, hanem hát csak a mozdulatokat, bemutatja, és akkor az edzővel együtt döntitek el, vagy neked mekkora beleszólásod van ebbe? Igazából én külföldön csináltattam a kürjeimet egy orosz koreográfussal. Vele megcsináltuk a kürt, igazából kérdezte, hogy mi a kényelmes, mi nem, mert nyilván egész évben fogom futni, olyan programot kell csinálni, ami kényelmes számomra, és korcsolyáztató meg tudom csinálni. Vele igazából ketten így összehoztuk a kürt, aztán hazajöttem, és alakítgattunk az edzőimmel rajta. Tehát az, ami a legjobban simul, az lesz a vége. Így van. Egy apró buta kérdés eszembe jutott. Nem tudom, hol olvastam, hogy egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen kori van rajtad, milyen cipő van rajtad, hogy van élezve, hogy áll, ezt hogy lehet kisilabizálni? Így van, nagyon nem mindegy, mivel ez a félcentis kis pengén kell állni, ennek ott kell lennie, ahol ennek lennie kell, szóval nem lehet egy félcentivel se arrébb a penge a korcsolyán. Megvannak erre a szakemberek, itthon is, külföldön is, el kell hozzájuk járni, ők teszik fel a korcsolyát, a pengét a korcsolyára, ők élezik, úgyhogy megvan ennek a módja, hogy hogyan kell. És akkor mondhatjuk azt, hogy amikor te felveszed a cipőt, a korival, tehát a cipőt a korcsolyával és a pengével, ugye, mert most már így kell mondani, akkor te úgy vagy, mint a Forma 1-es pilóták, hogy elkezdesz tesztelni, és akkor te elmondod, hogy mit kellene még, vagy hogy kellene beállítani? Így van. Mert mi azért korisok érezzük, hogyha valami nincs rendben a pengével és a korcsolyával, ezt elmondjuk az edzőknek, azok állítanak rajta, és így nekem ráment sajnos erre a nyaram, mert leváltottam egyszerre a cipőt és a pengét, és sajnos rossz volt a cipő és a penge, és úgyhogy egész nyáron és még őszelején is ezzel küzdöttem. Megnőtt a lábod, azért kellett cipőt váltani? Nem, csak hát ezek a cipők elhasználódnak igazából, betörnek, és teljesen puhák lesznek, nem fogják a lábat, ezért cserélni kell.
pengéket is. Mennyire éles a penge? Tehát, mert azt mondják a gyorskoricsok, éppen a Heidun Bernivel beszélgettem nem is olyan régen, hogy hát ez mint a borotva szinte olyan az ő pengéjük. A tietek? A miénk is elég éles igazából. El lehet vágni vele a kezünket, úgyhogy kesztyűt hordunk edzéseken. Elég éles, veszélyes. Igazából. Igen. Ha már nagyjából végig beszéltük azt, hogy mi van rajtad, a ruháról még nem esett szó. Hát ti azért kicsivel könnyebb, egyszerűbb helyzetben vagytok, mint a lányok, mint a hölgyek, ugye a kürruhában. Ti azért a fekete az még most is dominál szerintem, fehér inggel, vagy ki az, aki kiválasztja a ruhát? Igen, igazából azt gondolná az ember, hogy a fiúk könnyebb helyzetben vannak, de a lányoknál igazából szerintem elég, hogyha csillogós, szép, esztétikus. Gyulai István és Vitrai Tamás óta tudjuk, hogy tele vannak flitterekkel a ruhák. Így van. A fiúknál meg az a baj, hogy mi nem szeretnénk. Most én legalábbis nem szeretném, hogyha agyon csillogna az egész ruha, úgyhogy sok konfliktusom is van a varrónővel, mert ő minél jobban szeretné. Igen, nehéz az, hogy megmaradjon elegáns ruhának is, de mégis azért a jégen mutatnia kell, úgyhogy nálunk is elég nehéz ezt összehozni. Egy picit ugrunk, hiszen nálatok a koriban is van ugrás. Beszéljünk egy kicsit majdani doktor Forgó Kristófról, mert ugye tudom, hogy felvételit nyertél, hová is? Igen, a Semmelweis Egyetem fogorvostudományi karára. Tavaly felvételiztem, és fel is vettek szerencsére. Fölvettek, de mondtad, hogy még nem jársz. Igen, igen. Mennyi időt adtál magadnak, hogy elkezd a tanulmányaidat? Egy évet halasztottam az Európa-bajnokság miatt, mert úgy gondoltam, hogy nem tudnék mind a kettő helyen teljesíteni úgy, ahogy szeretnék, ezért egy évet kihagytam. És amikor majd egyetemre fogsz járni, nincs mese, oda be kell járni. Azt mondják legalábbis. Ez mennyibe fogja hátráltatni, vagy netán segíteni a felkészülésedet? Remélem, hogy segíteni fogja. Igazából az edzőim azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez hátrányként fog érni engem, hogy kevesebb időt tudok talán a jégen tölteni. Lehet, hogy ez segíteni fog, nem tudom. Remélem, a tanulással nem lesznek problémák. A Babicsban szerintem elég jó alapokat kaptam a tanuláshoz, úgyhogy remélem sikerülni fog. Akkor az menni fog, de a kori is menni fog továbbra is. Igen, igen. Hát 20 évesen remélem. Még ne hagyjuk abba, kérem igen, szépen. Igen. És ha már nem hagyjuk abba, akkor ugye térjünk vissza a korira. Most olimpia lesz, hát Szocsiban sajnos te is velem együtt itthonról szurkolunk, mert mennyivel jobb lett volna, hogy kiabálhattam volna, hogy hajrá Kristóf, hajrá Újpest, de hát majd legközelebb. De gondolom, hogy van még feladat, hiszen pontosan tudjuk azt, hogy nálatok a téli sportágban, ráadásul a Korcsolyában is van egy olimpia, aztán hip-hop világbajnokság van. Na, itt a következő kihívás. Így van. Ebben a szezonban az volt a fő célunk, hogy kijuthassak az Európa-bajnokságra. Megtörtént? Ez megtörtént. Most, hogy ez megvan, most szeretnék a világbajnokságra kijutni. Nálunk a világversenyekre kvalifikálni kell magunkat bizonyos nemzetközi versenyeken. Ott el kell érnünk egy minimum pontszámot, amivel kijuthatunk egy VB-re. Most ez a cél. Lesz még 3 versenyem a világbajnokság előtt, úgyhogy remélem sikerülni fog. Földobtad a labdát, el kell érni egy bizonyos pontszámot. Hát ennél rettenetesebb sportág nincs, illetve annál rettenetesebb sportág nincs, mint ahol emberek döntenek és pontoznak a versenyzőkről. Hogy lehet ezt elviselni? Meg kell tanulni elviselni igazából. Az elején még kicsit nehezebb. Minden szubjektív, nincs objektivitás benne. Igazából a régi pontozási rendszer inkább volt szubjektív. Most már próbálják ezzel az új pontozási rendszerrel kicsit objektívvá tenni a dolgot. Valamennyire sikerült is, azért még mindig benne van, hogy itt emberek döntik el, nem a stopper, hogy ki a jobb. Ezt fel kell dolgozni utána, a versenyek után, hogy lehet, hogy mi nem úgy gondoljuk, ahogy a bírók, de ez van. Ugye az ismeretlen, bocsánatot kérek, az ismeretlen felnőtt az általában a verseny elején kerül jégre. Igen. Ahogy ismerik, és ahogy jönnek a nagyobbak, a sztárok, hát ők később. Nem spórolnak mindig a
pontozok? Nem amikor a ceruzát vagy a gombot meg kell nyomni? Mert hát lehet, hogy ugrasz 3 triplát, 2 4-est, és azt mondják, hogy hát jó, jó ez a gyerek, de hát még van hátra 3 olimpiai bajnok, 4 világbajnok, meg akármi, hát akkor most mennyit adjak neki? Igen, ez pontosan így van, hogy tartalékolnak. Ezt nem mondod, a bírók, hogy így, tényleg így van. Tartalékolnak a bírók, főleg a második pontszámban, ami a szubjektívabb pontszám, ott a kivitelt nézik, akár annyit adnak, amennyit akarnak igazából, ott sokat számít a név, az ország, és nyilván, hogyha a mezőny elején fut a versenyző, akkor kevesebbet fog kapni, az elemeire is talán kevesebb minőségi pontszámot, úgyhogy ez ilyen. Van elég bajod. Van. De hozzászoktam. Én így szeretem a Te kocsi. Valaki ellenőrzi a pontozókat? Igen, igen. Utána mindig van egy ilyen értekezlet, ahol megbeszélik, hogy ki mennyi pontot adott, és a főnökök azért rákoppintanak a rosszul. Ha már a pontozókról van szó, ugye beszéltünk a legeslegelején, hogy elhibáztál egy ugrást az Európa-bajnokságon, és tudom azt, hogy ha, meg ilyenek. Éppen az edződ is mondta, hogy ha, az nincsen ebben a sportban, és semmiféle sportban nincsen ha. De ha az ugrás sikerül, akkor hogy érzed? Ha. Azt néztük, azt néztük az edzőimmel, hogyha ez sikerül, akkor bejutok az első 24-ben, le tudom futni a körömet. És az milyen jó lett volna mondjuk a már a világbajnokságra is, nem? Igen, igen. Akkor lehet, hogy ezen a versenyen meg tudom szerezni a pontot a világbajnokságra, és azzal se lett volna problémám. Ez ilyen igazából. Forgásokban is vettek vissza pontokat, amiket, hogyha nem vesznek vissza, akkor már 5 helyjel kb. Előrébb lépek. Van ilyen. Hát van ilyen, most látom, mosolyog rajta, de gondolom akkor egy kicsit azért nem voltál letörve? Talán egy kicsit. Az volt a célunk igazából, hogy bejussak a 24-be, erre reális esélyem volt, úgy gondolom, és nem sikerült, nem voltam boldog igazából, de igazából szerintem nem egy rosszul sikerült program, úgyhogy ennek örültem. Krisztóf, azt tudom, hogy sok-sok edzőn keresztül jutottál el Kulcsár Zsófihoz és Tóth Zolihoz. Azért mondom, hogy Zoli, mert hát ugye én is valamikor sportoló voltam, és hát ismerjük egymást, hát nem persze. Zoltán, hanem Zoli. És sok mindent kaptál a régiektől, azoktól, akikkel eddig dolgoztál. Ők milyen újat hoztak az életedben? Igazából... Ha hoztak újat az életedben. Uh-huh. Igazából én eddigi pályafutásom alatt szinte közel azonos technikát tanultam az edzőktől. Most Zsófiéknál egy teljesen más technikát tanulok. Igazából szerintem ez segíti az ugrásaimat, mert én inkább magasakat ugrok, Zsófiék pedig dolgoznak azon, hogy minél jobban pörgessek, és sikerüljön megcsinálni a tripla axelt és a négyeseket. Tripla axel. Igen. Nem áruljuk el a kedves közönségnek, és nem mutatjuk meg, bár én láttam az edzésen, hogy már gyakorlod a tripla axelt is. Így van. Sőt, mi több, egy kis segítséget is kapsz az újpesti televíziótól. A felvételt azt megkapod, és kielemezhetitek az edzőtökkel. És köszönöm szépen. Mikorra lehet azt mondani, hogy akkor ez az ugrás is benne lesz a gyakorlatodban, a kűrödben? Igazából, hogyha már elég biztosan fogom ugrani, akkor bele fogjuk. Nem lehet időt mondani? Nem, igazából. Tehát lehet, hogy most holnap, bocsánat, még lehet, hogy ma délután lemész edzésre, és akkor a Zoltán azt fogja mondani, hogy akkor Krisztóf, akkor volt a tólub, volt a mit tudom én, akármicsoda, leszúrt Rittberger, meg nagyon jó vagyok, vigyázz, beugrós libelle, ott fölkészültem. És akkor na most tessék, akkor tripla axel. És lehet, hogy ráérzel, és akkor meg lesz? Akár lehet, hogy a mostani edzésen is majd délután rá fogok érezni, és onnantól kezdve már hibátlanul fogom csinálni. Igazából a dupla axelt is így tanultam meg, egyik edzésre lementem, és onnantól kezdve igazából ment a dolog. Csak rá kell érezni a dolgokra, és onnantól kezdve már nincs akkora probléma. Milyen gyakorlatot, milyen kürt kell bemutatnod, illetve először rövid programot kell bemutatnod ahhoz ezeken a versenyeken, vagy hány pontot kell elérni ezeken a versenyeken, hogy meglegyen a világbajnoki indulás? Így van, a férfiaknál elég magas pontszámot határoztak meg. Ehhez a pontszámhoz nem feltétlenül szükséges a tripla axel, de sokkal könnyebb azzal együtt megcsinálni. Úgyhogy most ezen dolgozunk, hogy a tripla axel bekerülhessen a körbe, és azzal mutathassam be a programjaimat a versenyen. Az igazán nagyok, gondolok itt akár a spanyol Európa bajnokra, vagy az amerikaiakra, akár azt. Tehát
tudjuk, hogy kiről beszélünk. Már mondhatjuk, hogy szórják a négy fordulatos ugrást is, illetve hát már benne van a programban. Mekkora lépés a háromból a négy? Elég nagy. Igazából. Nagyobb, mint a kettőből a tripla? Tehát a duplából a tripla? Igen. Igen. Igazából a tripla ugrásokat a nők is meg tudják csinálni. A nők nem csinálnak négy fordulatost. Uh-huh. Igazából azt csak a férfiak csinálnak. Az már nagyon nagy megterhelés. Igazából az emberi testre nézve. Sokan azt mondják, hogy egészségtelen is már ez a négy fordulatot megcsinálni. Még igazából akkora erőhatások érnek minket a levegőben, hogy erre valahogy reagálnia uh-huh. kell a testünknek. Mit gondolsz, mi a vége ezeknek a forgásoknak? Ezt tudom, hogy szinte lehetetlen megmondani, mert ugye azt mondják, hogy a 9 méter 50-nél nagyobbat ember nem ugorhat távolban, meg uh-huh. ugye 6 méternél magasabbat rúddal, aztán már hol tartanak. Tehát szerinted hol a vége ennek? Igazából már a dupla ugrásoknál is azt gondolták a korcsolyázók, hogy ez a vége, és innentől kezdve már nem lehet tovább fejlődni. Szerintem még bőven van fejlődési lehetőség ebben a sportágban, ahogy fejlődnek a sporteszközök, a korcsolyák, a pengék, a technikák. Szerintem még az ötöst is megérhetjük. Tényleg? Akkor kapsz egy ötöst majd, de hogyha meg lesz a tripla, én nálam már kapsz egy ötöst. Nézni fogod a Szocsiban az olimpiát, gondolom. Hát persze, hogy nézni fogod. Ki az esélyes, szerinted, a fiúknál? A férfiaknál szerintem Patrick Chen a legnagyobb esélyes, a kanadai korcsolyázó. Ő sok világbajnokságot megnyerte az előző olimpia óta. Igazából neki áll a zászló. Közbeszólhatnak még a japánok esetleg, vagy az itt Európa-bajnoki címet szerzett Javier Fernández, a spanyol versenyző. De szerintem... Honnan lesz Spanyolországból egy ilyen fantasztikus korcsolyázó? Hát halál, legyen jó labdarúgó, vagy legyen jó, de hát Spanyolországban így korcsolyázni? Így van, Spanyolországban nagyon sokat fejlődött az utóbbi években a korcsolya. Előtte annyira nem volt ez népszerű. Most már nagyon jók. Tehát a Chennek adnád oda az aranyérmet, hogyha semmi sem történik, semmi különleges nincs, akkor nem tud elveszteni. Akkor... Nem tudja elveszteni. Hát beszéljünk a gyengébb nemről is, a lányoknál. A lányoknál igazából ott annyira nem egyértelmű. Uh-huh. A férfiaknál se, de ott több esélyes inkább a lányoknál. Visszatért az előző olimpiai bajnok Yuna Kim, aki elég jó formában van, úgy néz ki. Neki minden esélye megvan arra, hogy a dobogó legfelsőbb fokára álljon. Mellette még a japánok, Mao Asada. Hát azért van mezőn. Igen, igen. Ha már Japánról esett szó, japánokról esett szó, azért azt ne hallgassuk el a kedves nézők előtt, hogy az a bizonyos világbajnokság, amiért harcolsz, az Tokióban lesz. Így van. Hát én kívánom neked, hogy jussál le Tokióba. Nagyon jó, Tokió nagyon jó, meg kell nézni, végig kell sétálni, végig kell versenyezni, ott élni egy kicsit húzósabb egy európainak. Uh-huh. Még azért nem fejezzük be a beszélgetést, engem nagyon érdekelne az, hogy ugye itt megvan most ez a gyakorló csarnok nekünk itt a Népstadion mellett, közvetlen a kis stadionnál. Itt mondhatjuk azt, hogy 12 hónapig van jég. Igen. De általában egy műkor is, az sokat jár külföldre. Nálad van ilyen, hogy külföldi edzőtábor? Vagy ha van, akkor hova, kivel, merre? Így van, a nyári felkészülési időszakban sokat járunk külföldre, edzőtáborokba. Én voltam kint Kassán a koreográfusom edzőtáborában, ahol megcsináltuk a kürömeit, és utána pedig Olaszországba mentünk Plushenko edzőihez, Alexei Mishinhez. Nem kis nála, név? Igen, igen, a korcsolyában az egyik legnagyobb. Nála edzőtáboroztunk 2 hetet, ami szerintem elég eredményes. Mit mond, amikor megérkezel, mondjuk ott van egy Mishin? Hát le a kalappal előtte valóban. Mit mond, amikor oda csúszik egy magyar fiú, és akkor foglalkozik veled? Igen. Ott sok külföldi van igazából. Igazából nagyon közvetlen, úgyhogy kedves, úgyhogy mindenkivel foglalkozik, nem csak az oroszokkal. Uh-huh. Hát ez dicséretre méltó. Térjünk vissza arra még, hogy ha elutazol egy versenyre, most vegyük ki a Budapestit, mert ugye itt, uh-huh. hál' Istennek, itthon voltunk. Akkor milyen stáb kísérel téged? Tehát hányan mentek?
így van, nálam még nem akkora a stáb, mint egy olimpiai bajnoknál vagy világbajnoknál. Igazából a szövetség kis keretein belül ez csak úgy működik, hogy csak az egy edző kísér el engem. Sajnos nekem ugye két edzőm van, csak az egyikük kísérhet el, általában Zsófi szokott. Hát ezzel lehetne még mit javítani. Igen, igen. Nem tehát mondom, nálatok, hogy... ahogy mondod, hogy eszméletlen igénybevételnek van a szervezet, akkor ilyen gyúró, vagy orvos, vagy valami az nem? Azt előtte kell, a verseny előtt kell megoldani. Uh-huh. Ott, amikor már kiutaztunk, akkor erre nem számíthatunk. És oficiálisan, netalántán, hogyha valami történik, akkor kaptok segítséget? Nem igen, csak igen. Te, hanem akárki más. Igen, vannak ilyen kihelyezett, uh-huh. akár masszőrök, akár orvosok, úgyhogy ők segítik igazából az ottani felkészülést. A felkészülésedet most itthon segíti mindenki, nem gátolnak. Nézd a Szocsi olimpiát. És akkor hol és mikor lépsz először igazából jégre a világbajnokság előtt? Tehát hol lesz ez a három versenyed? Két hét múlva lesz Szlovéniában. Utána... Hát az közvetlenül az olimpia után? Közben. Igazából. Még az olimpia alatt, hiszen, igen. Hiszen kvalifikációs versenyről beszélünk. Igen, igen. Uh-huh. Ott aztán Bécsben lesz egy versenyem, és utána itt Budapesten lesz a Rosmaring, vagy most már Sportország kupa. Hát akkor itt kimegyünk szurkolni, és ott lesz a zászló, hogy hajrá Kristóf, és akkor egy hatalmas nagy felkiáltójel, új bekezdés, Tokió. Így van. Igen. Hát kívánom köszönöm. Neked, hogy álmaid valóra váljanak. Juss el ki a világbajnokságra, és én azt írtam a kis cikkbe, amit itt papírra vetettem rólad, hogy előrelépés, hogy már bemutathatod a rövid program után a kürödet is a világbajnokságon. Most ezt kívánom neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.